A koronavírus járvány terjedésének lassítása érdekében országszerte több száz idős otthon fertőtlenítését kezdték meg a katonák április 22-én múlt szerdán, ezt közölte a Honvédelmi Minisztérium az MTI-vel. A katonák már a kezdetektől fogva részt vesznek minden rendelkezésre álló képességgel a koronavírus járvány magyarországi terjedésének megfékezése érdekében végzett feladatokban. Az operatív törzs döntése alapján a népegészségügyi szakemberek országosan felmérték az idős otthonok körében a koronavírus elleni fertőtlenítés szükségszerűségét, és a Magyar Honvédség képességeinek felhasználásával múlt szerdán kezdetét vette több száz intézmény térítésmentes fertőtlenítése. A fertőtlenítést a székesfehérvári vegyi védelmi zászlóalj állománya, valamint az általuk felkészített és a jelen feladatra speciálisan kiképzett közel 700 szerződéses és tartalékos katona végzi. A feladatba bevont katonák felkészültek a kézi, valamint a gépekkel történő mentesítésre, fertőtlenítésre is. Múlt hétvégén érkeztek a dunaújvárosi idősek otthonaiba. Múlt héten kaptuk az értesítést a Honvédségtől, hogy jönnének ki egy nagy fertőtlenítésre. Meg volt a bejárás, és vasárnapi napon kijöttek. A két raj a Dunasoriba, egy pedig a Barátságúti telephelyre, és nagyon-nagyon gyorsan flottul egy pár óra alatt megtörtént a közös helységek, közösségi helységek, lépcsőházak területének a teljes fertőtlenítése, ugyanazzal a vegyszerrel, amivel mi is fertőtlenítjük a lakószobákat, az intézmény lakóit, ez nem érintette, mert amúgy se jöhetnek ki a szobájukból, nem tartózkodhatnak a közös helységekbe, tehát szinte ők észre se vették ezt a nagy fertőtlenítést. Múlt vasárnap reggel 8 órától végezték a fertőtlenítést a Magyar Honvédség szakemberei az Eszi Dunasori és Barátságúti épületében. Ez csak egy megelőző intézkedés volt, és mint az Bölcskei Anna is megerősítette, eddig sem és jelenleg sincs náluk koronavírus. Fertőzött, gondozott. Továbbra is mindent megteszünk a protokollok előírása szerint, amit folyamatosan frissít, mind az operatív törzs, mind az EMI, meg a szakmai szervezetek, azt szerint végezzük a munkát. Vannak úgynevezett karanténos szobák, de ez is csak megelőzésként, ha például valakit más jellegű kórházi kezelésről hoznak vissza intézményükbe. Az Eszi két telephelyén egyébként összesen 210 idősről gondoskodnak, minden intézkedést, rendelkezést betartva a járvány idején is.